Baksa Kata aranypáva nagy díjat nyert a múlt hetekben Kaposváron a népdal éneklési verseny. Az aranypáva nagydíjas népdalénekest egy nívós népművészeti kiállítást követően köszöntötték Litéren. Az önkormányzat, a Zöldág, a Zöldági Fi, a Szárazág, a Botorka táncegyüttesek és a helyi nyugdíjas klub képviselői virágokkal és elismerő szavakkal gratuláltak Baksa Katának. A rendezvényen, amit teljes titokban szerveztek, elhangzott, korábban is nagy sikereket ért el, hiszen a nagydíj elődjét, az aranypávát is birtokolja 2009 óta. Akkorra a Zöldág 50. évfordulójára írt egy méltató levelet édesanyja, amit 3 éve nem, de most felolvasott. Ebben köszönetet mondott Ertl Pálnénak és a lányát tanító személyeknek. Hogy a mai estén szebb alkalom nem adódhat arra, hogy ezt a díjat a kezedbe adjuk. Köszönöm a nevedben is Marika nénének, Pintér Katinak, Kósva Imre bácsinak, vagy tanárulnak, és mindenkinek, aki segített, hogy a mai napig eljuthatunk. Ápold a magyar nép gyönyörű hagyományait, add át tudásodat a körizenekarral, és a Botorkákkal együtt mindig újabb és újabb nemzedékeknek. Az elismert énekes gyermekkorától oszlopos tagja a Zöldágnak. Volt olyan koreográfia, amit kifejezetten az ő hangjára építettek. Első fellépéseiből készítettek ajándékképpen összeállítást a szervezők. Néptánccal vele jár az ének is természetesen. Én úgy gondolom, hogy nem magamtól indultam én el ezen a pályán, hanem a Pintér Kati, a Zöldek Táncegyüttesnek a vezetője, ő volt az, aki úgy gondolta, hogy hát el kéne vinni ezt a lányt versenyre, és akkor megnézzük, hogy lesz-e belőle valami, és hát jó érzése volt. Remélem, hogy a szerepléseim bizonyítják, hogy sikerült ezen az úton engem elindítani. Ettől függetlenül nagyon-nagyon sokat számít nálam még mindig a néptánc. Mondhatni, egálban van a néptánc és a népdaléneklés. A díj elnyerését követően további tervei is vannak. Szeretné még magasabb szinten megmérettetni magát. Már évek óta dédelgetett álmom, és remélem, hogy nem csak álom marad, amit 35 éves koromig meg kéne, hogy tegyek, a Népművészeti Ifjú Mesteri címet megszerezni, amihez viszont kell majd egy kis szabadságot kivennem, mert hát ahhoz azért nagyon komoly gyűjtőmunka szükséges, egy dolgozatot kell megírni, és énekelni is kell színpadon, zsűri előtt, akik természetesen mindent bírálnak, a dolgozatot is, az éneket is, a hozzáértést, a színpadi kiállást, és akkor azok után remélhetőleg sikerülni fog, és szeretném megcsinálni. Az országos népzenei gála szintű minősítő aranypáva nagydíj elnyerésének az is külön rangot ad, hogy a 6-tagú zsűri elnöke, a Kodály tanítvány, dr. Olsvai Imre népzenekutató zeneszerző volt. Ja,